Előjáróban szeretném elmondani, hogy hogyan kerültem abba a helyzetbe, hogy az 56-os eseményekben résztvevő emberek kitüntetésével kapcsolatban véleményt mondjak. 1998-ban hozott a kerületi önkormányzat egy olyan rendelkezést, hogy azoknak az embereknek, akik a forradalom alatt vagy a kerületben tevékenykedtek, vagy a kerületben laktak és esetleg a fővárosban tevékenykedtek, ezeket javaslatba lehet hozni az emlékplakettel kapcsolatban. Természetesen az önkormányzat döntött arról, hogy kik azok, akik végül is megkapják. Az én szerepem ebben annyi volt, hogy mivel akkor a helytörténeti gyűjtemény vezetője voltam, kérték tőlem azt, hogy véleményezzem azokat, akiket a különböző társadalmi szervek javasoltak. Nos, ez annyiból volt nehéz, hogy sajnos az a bizonyos gyűjtemény tökéletesen rendszerbarát gyűjtemény volt, magyarul semmi olyasmit nem lehetett találni benne, ami a rendszerváltás előtti rendszerrel szembeszállt. Első alkalmakkor könnyű helyzetben voltam, mert ismertem azokat az embereket, főleg a rákosigetélyeket, akiket javaslatba hoztak, de később teljesen ismeretlen nevek is oda kerültek. Így a végén arra az elhatározásra jutottam, hogy az állambiztonsági levéltárba szereztem kutatási engedélyt, majd később kiderült, hogy amit ők ott nekem odaadnak kijegyzetelésre, egyebekre, azt másolatban is megkaphatom. Így sokkal nagyobb rálátásom volt azoknak az embereknek a sorsára, akik 56-ban a forradalomban részt vettek. Ezek után egy nagyon érdekes kis történetet szeretnék elmondani. Érdekes módon ez a papír már évek óta a kezem, a 56-os dokumentumaim között voltak, de most valahogy előkerült, és időközben meg is ismertem azt az embert, aki ezt a levelet írta, mert a tankönyvvásárláson ő jött el az unokáknak tankönyveket vásárolni. Arról van szó, hogy ez az úr azt írja a levelében 2010-ben, hogy ő 7. osztályos, 8. osztályos diák volt az 56-57-es tanévben, és amikor a MUK, azaz a bizonyos márciusban újra kezdjük akcióról lehetett hallani, abban az időben az egyik alkalommal egyik osztálytársa talált valahol iskolába menet egy szatyor vagy egy táskába lőszert, és ezt bevitte magával az iskolába. Persze, hogy a gyerekek széjjelszedték, nézegették, és az egyik tanárnő, aki bejött az órára, észrevette ezt a dolgot, elvette a gyerektől azt az egyszem lőszert, ami nála volt, megkereste az osztályfőnököt, lement a irodába, és természetesen megmondta az igazgatónak, meg a nevelőknek, hogy mi a probléma, akik kötelességüket teljesítve, így írja a bácsi, és nem is lehet erre más mondani, értesítették a rendőrséget, mire ők válaszolták, hogy hamarosan ott lesznek, és felszámolják ezt a bandát. A tanári szobában volt egy kolléganő, Pokorádi Lászlóné Sarló Ibolya. Néven említi ez az úriember a tanárnőt, aki a naplót magához véve szép csöndbe fölosont az osztályba, és azt mondta a gyerekeknek, hogy gyerekek, akinél lőszer van, azt mind adjátok ide, mert óriási nagy probléma lesz. Elkezdték az ablakon is kidobálni a szomszédtelekre, végül is részben így tűntek el a lőszerek, részben pedig a tanárnő az ingébe, a blúzába rejtette be a maradék lőszert, majd a naplót úgy maga elé véve, ahogy a pedagógus nők szoktak járkálni, szépen elment az osztályból. Nem sokkal ezután megérkezett a rendőrség, mindent kiforgattak, kiabálás, ordibálás, táskák, zsebek, mindenek, az égvilágon semmit nem találtak. Karászi János az, aki ezt elmondja, ő az utolsó, ami nála volt lőszer, az bedugta egy virágcserébe, ezt se találták meg. Elmentek dolga végezetlenül a rendőrök, a tanárnő visszajött utána, amikor lecsendesedett minden, és mondta, hogy nem kell félni, nincsen semmi baj, gyerekek, az összes lőszert ide-oda-amoda kidobáltam. Ezzel be is fejeződött a dolog, és amikor ennek az osztálynak az 50 éves találkozója volt, akkor ez a tanárnő szintén jelen volt az összejövetelen, és addigra ugye felnőtt emberek lettek, és tudták, hogy miről van szó, és hát köszönték a tanárnőnek, hogy ennyire próbált rájuk vigyázni. A kolléganő egyszerűen annyit mondott, hogy ha ma történne,
ma is így csinálnám. Karászi azt írja még a levelében, hogy nem tudhatta a tanárnő, hogy mennyi lőszer van, és biztos, hogy ha ő ezt nem teszi meg, akkor egy-két kivételtől eltekintve nem történik semmi baj, de akinél a lőszert megtalálják, pontosabban a szülőkre, hiszen 14 éven aluliakról van szó, nagyon kellemetlen élet sors várt volna. Ezt leírja Karászi a polgármester úrnak, és azt kéri, hogy fogadja el ezt a levelet olyan kérésnek, hogy szerinte ez a tanárnő megérdemelni az 56-os plakett, emlékplakettnek a átadását. Jó lehet, ő nem harcolt, ő nem vett részt semmiféle ilyen eseménybe, de hát ez már az én véleményem. Olyan emberi nagyságról tett tanúbizonságot, ami talán tényleg érdemesítette volna őt erre. Miután 2011-ig megvannak a kitüntetettek névsora, nincs közöttük a tanárnő. Úgyhogy valószínűleg tartom, hogy róla semmit nem találnak a levéltárakban, hiszen ő ezt úgy intézte el, hogy ebből ne legyen probléma. Mostanában hallottam olyasmit, hogy tavaly adták ki az utolsó ilyen emlékplakettet. Arató Gyulának, aki Ausztráliában ér, nekem gyerekkori ismerősöm volt, és tényleg igaz, amit ő a megbízottja által annak idején elmondattatott, hogy a rendre vigyáztak. Ő is ott volt akkor, amikor kenyéri látunk sorba fél éjszakát, és vigyázott arra, hogy ne legyen semmi probléma. Köszönöm szépen!